A tavalyi korlátozásoknál idén szabadabban és gazdagabb programkínálattal kezdhetjük meg az adventet Fehérváron. A város és az egyházmegye vezetői azonban abban bíznak, az emberek szívében maradt a tavalyi bensőséges hangulatú, nyugodtabb karácsonyból is. Amikor itt körbejárnak majd, megnézhetik az új Betlehemet, megnézik a gyerekeknek az új játszósarkot, végig sétálva ezen az adventi úton, azt hiszem, azt remélem, hogy sok-sok lelki ajándékot találnak majd az ide belátogatók maguknak. A belvárosban már az utolsó simításokat végzik az első adventi hétvége előtt. Csupán két hagyományos programról kell idén lemondanunk. A tévé és a kivetítő képernyőjére költözik az 500 fős angyalok kórusának előadása, és az adventi futást sem rendezik meg idén, szintén a nagy létszámú résztvevő miatt. Kisgyermektől a felnőttig mindenki készül erre az időszakra. Ne átrohanjunk rajta, hanem éljük meg, ahogy itt mondták a sajtótájékoztatón, mosolyogjunk minél többet egymásra is, és akkor a lelkünk is mosolyogni fog. Úgyhogy én bízom benne, hogy egy szép adventet tudunk megnyitni, hívjunk mindenkit nagy szeretettel, Fehérvárit, nem Fehérvárit egyaránt. Kérem, hogy tartsuk be azokat a szabályokat, amit most különös tekintettel meg kell tartanunk. Újdonság a Bartók Béla téren épített mesebirodalom, amely izgalmas barangolást és varázslatos időtöltést kínál a családoknak. Lesz újra koridiget is, ahogy a belvárosi kézműves vásár sem maradhat el. A város fényeit ezúttal az adventi futás győztese helyett olyan gyermekek kapcsolják majd fel, akik nevelőszülői gondozásban élnek. Vasárnap este 6-kor tartják a közös adventi gyertyagyújtást, lesznek színpadi programok és interaktív játékok is.